énekelte Robin Beck a 80-as évek népszerű Coca-Cola reklámfilmjében. A dal a meghatározó első élményekről szól, ám hogyha a The Coca-Cola Company árfolyam görbéjére pillantunk, akkor az esetleges új csúcsra törés messze nem új élmény a részvényben kereskedők számára, hiszen masszív emelkedő trendben újabb és újabb csúcsok alakultak ki az árfolyam görbébe. Egy trendkövető kereskedő emelkedő trendben vételi pozíciók után kutat a grafikonon, így ezt tesszük most mi is. Amit most látunk a képernyőn, ez a hosszú távú hetes árfolyamgörbe, mint előbb említettem, ez a kép önmagáért beszél, határozott, gyönyörű, emelkedő tendencia bontakozik ki a szemünkkel. Amennyiben rázumolunk a napos grafikonra, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokat lefele csorgással töltötte az árfolyam. Emelkedő trendbe, az ilyen korrekciós hullámokban nem a világ végét kell látni, hanem jó vételi lehetőséget teremthetnek számunkra. Ha megnézzük, akkor a Coca-Cola árfolyama most egy erős támasz zónába ért. Egyrésztről ezen az árszinten találhatók régebbi csúcsok, ez a 42 dolláros szint. Másrésztről, hogyha a legutolsó 38-tól 47 dolláros emelkedő hullámra tesszük a Fibonacci szinteket, akkor azt látjuk, hogy ebbe a zónába esik az 50%-os Fibonacci szint is, ami egy gyakori korrekciós szint. Tehát összességében elmondható, hogy ez a 41,5-42 dolláros zóna, ez egy támasza a Coca-Cola árfolyam görbének, és egy trendkövető kereskedő számára ez inkább vételi pont, ahonnan azt várjuk, hogy az árfolyam elrugaszkodik fölfele. Mi van akkor, hogyha valaki Coca-Cola részvényekkel szeretne kereskedni? Ha a portfóliót olvassuk, akkor jobb felső sarokba a trader szekcióra kattintva eljutunk a portfólió trader oldalra, össze van gyűjtve minden, ami kereskedés, befektetés, és itt a online tőzsde szekcióban portfólió online tőzsde az a szolgáltatás, amely segítségével amerikai, német és magyar részvényekkel tudunk kereskedni, így Coca-Colával is. Köszönöm szépen a figyelmet!